Kellemes, meleg időben élvezték a foci örömeit a gyerekek a tótfalui táborban. Az általános iskola első osztályától 8-ig külön csoportokba osztva edzettek már kora reggel a gyerekek. Pónusz Ákos elmondta, hogy 6 évesen kezdte a focizást. Idén lesz, hogy 4. éve focizok, és egyszer volt, hogy festették a falat nálunk, és annak a Viktornak a gyereke ment focira, és megkérdezték, hogy én is szeretnék-e járni focira. Én azt mondtam, hogy igen, és azóta focizok. És mit szeretsz annyira benne? Mindent. Szél Adrián is kiskora óta foglalkozik labdarúgással, már 4. éve vesz részt a táborozáson. Minden nap van 2 edzés, délelőtt és délután. Mindegyik 1 óra, maximum másfél. Eléggé fárasztók az edzések, főleg, hogyha nap van. Darko Veselinova, focitábor egyik szervezője elmondta, 10 edző és 6 nevelőtanár segíti a gyerekeket, és elsősorban a technikák javítására összpontosítanak. Az első, meg a fő cél a tábornak nem az, hogy a gyerek meg tudja focizni, mert az, aki érti hozzá, tudja, hogy a foci nem lehet 5 nap vagy 4 nap alatt megtanulni, hanem lehet megismerni egy barátot, ami egész életben aztán marad, szóval egy barátság, amit marad a gyereknek, meg az emlékek. Minket próbálunk valamit kicsit korrigálni a hibákat, de megtanulni focizni az 4-5 nap alatt nem lehet. Az edző hozzátette, további céljuk, hogy a fiatalokat bevonzák a labdarúgás világába, és megszerettessék a gyerekekkel a sportágat, ezzel pedig népszerűsítik az akadémia működését is.